Gyere, komám, gyere, Rexi, gyere. Rexinél észrevettük azt, hogy minden kizökkenti a nyugalmából, legyen a zaj, valamilyen esemény, rádióhullám, a hold gravitációs ereje, a 4G hálózatnak a frekvenciái, vagy éppen valamilyen hanginger, fű, fa, bogár. Úgyhogy most kihoztam mindenféle ilyen cuccot, amit találtam a kutyaiskolának a raktárjába, és próbálom őt hozzá szoktatni minden ilyen nem vár dologhoz, ezzel is erősítve az idegrendszerét. Kicsit fúj a szél, remélem nem fogja kifordítani az esernyőt, mert ez az esernyő ez egy nagyon értékes esernyő. Ezt Párizsból hoztam, amikor az Eiffel-torony lábánál voltam. Lehet látni, hogy ilyen nagyon szép mintával vannak, úgyhogy próbálok rá vigyázni azóta is. Ugye lehet látni, hogy egy kicsit összerezzem. Üljél le, Rexi, üljél le, okos vagy, szuper vagy. Próbálom megértetni vele, hogy semmi rossz nem fog történni, hogyha esetleg hozzáér egy esernyő. Gyere, 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 lábhoz. Üljél le, ül. Fekszik le, fekszik, na, ül. Fekszik, okos vagy. Ül, bravo. Ugye majd le kell vinni a utcára is ezt a kutyát, lábhoz. Hát ott biztos, hogy lesz majd megint problémánk vele kapcsolatban, mert ott aztán sokkal több zaj lesz, és autó, gyalogosok és egyebek, mindenféle eszközökkel, szatyrokkal. Azért is próbáljuk őt egy kicsit hozzászoktatni mindenhez, hogy ott talán akkor könnyebb lesz vele boldogulnunk. Hát a rossz hír az a, gyere, a rossz hír az az, hogy észrevettük már azt is, hogy visszaélesedik. Tehát, hogyha nem gyakorlunk vele, mindenféle szituációba, akkor visszaélesedik. Nem azt mondom, hogy kezdhetjük előről, ül, de nagy visszalépés van Rexi viselkedésébe. Gyere lábhoz! De hát azért, ha a munka az halad előre, ül, hát biztos ez a kutya nagyon sok történésben nem volt része, szerintem, gondolom élt a kennelbe. 4 oldali rácsok között. Lábhoz, gyere! Sok történés nem volt, és akkor rettegetett magának egész nap, fekszik. Abból jön neki az agresszivitása, ül, okos vagy. Gyere, gyere, gyere. Pozitívat nem tudok neki nyújtani, hogy összetársítsuk ezeket a kannákat valami pozitívval, mert nem fogadja el a jutalomfalatot. Kicsit fölemeltük az adagját a kutyának, és rögtön nem annyira értékes a jutalomfalat számára, úgyhogy marad a megszokás. Hogy hozzászokik ezekhez a eszközökhöz. Okos vagy, Rexikém, ne parázzál. Gyere, gyere, gyere. Egy kicsit úgy érzem, hogy a életem megy ezzel el, de hát nincs mit tenni.
ez másképp nem fog megoldódni. Csak hogyha szembesítjük a kutyát az ő félelmeit okozó eszközökkel, gyere ide, komám, gyere ide, gyere, gyere ide, gyere ide, ül, fekszik le, okos vagy, szuper, szagold meg őket, annyira nem gyilkos eszközök ezek, okos vagy. Úgyhogy most ezzel bíbelődünk Rexivel, Rexinél, aztán utána az ivartanítás az a héten lezajlik, mert bejelentettem őt az állatorvoshoz, és utána, amikor egy kicsit összekapja magát, ez egy pár nap alatt azért az ivartanításból föl fog állni a kutya, főleg azért is, mert mi állatorvosunk egy ilyen nagyon minimális vágást tesz a herezacskóján, és gyakorlatilag általában az a tapasztalat, hogy egy 2-3 nap múlva már ugyanúgy visszarakjuk őket a munkába, és akkor utána megyünk le az utcára. Én remélem, az ivartanítás is segít a viselkedésén, nem lesz ennyire robbanékony, kicsit talán a reakciói belassulnak idővel, és akkor ez is egy ilyen pozitív változást fog hozni önmagába, munka nélkül, de hát az utcán folytatjuk majd a képzését Rexinek. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott mennyire fog félni, mennyire fog parázni, mennyire kell neki majd könnyítenie ott a dolgokon. Ezt nem tudom előre, nem vagyok jós, de hát reménykedek benne, hogy ezt a ritmust is majd fölveszi, és akkor tovább lépünk a kiképzés tekintetében.